Az emberi erőforrások minisztere szerint tudományok művelése, tehetséggondozás nélkül nem tud sikeres lenni egy ország. Balogh Zoltán ezt az Országos Tudományos Diákköri Konferencia ünnepülésén mondta Budapesten. Az OTDT elnöke Szendő Péter felhívta a figyelmet arra, hogy 90% azoknak, akik tudományos fokozatot szereztek, TDK-sként kezdték. Súlyos sérülést okozhat az iskolai erőszak, a gyermek fejlődését is veszélyezteti. Ezt Herzog Mária, egyetemi docens, a Család Gyermek Ifjúság Egyesület elnöke hangsúlyozta minapi gödöllői előadásában, ami az iskolai konfliktusokról és azok kezeléséről szólt. A szociológus szerint fontos, hogy minél többen ismerkedjenek meg a mediációs technikákkal, hogy miként beszélhetőek meg, dolgozhatóak fel a konfliktusok, és hogyan valósulhat meg a jóvátétel. Hamarosan lezárul a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola egy hónapos rendezvénysorozata, amely a névadó, a híres zeneszerző életműve előtt tiszteleg. December 8-án este gálaműsort adnak elő a Gödöllői Művészetek Házában. Mostani és egykori diákok, tanárok és szülők is fellépnek zenei, táncos, valamint prózai produkciókkal.